A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban egy fergeteges nőnapi programra invitáljuk Önöket, aztán láthatnak egy érdekes beszélgetést az asztrológia és a családállítás kapcsolódásáról. Tartsanak velünk! A Lányok Angyalok címmel nőnapi műsorra invitált mindenkit Keller János a Vörösmarty Színház előtti téren. A szépszámú közönség Széchy Pál dalokat, musical és operett slágereket hallhatott. Az egyik kocsmában, a másik kocsmában. Nőnap, akkor természetesen zenés meglepetés a hölgyeknek. Idén is gondoskodott erről Keller János, akinek a repertoárjában ott voltak a legismertebb és legnépszerűbb sanzon, operett slágerek. Igazi slágereket hoztam a mai napra, természetesen több műfajból, így operettekből, táncdalokból fog állni a műsor. Asszony, támadj egy kis kivelő, hadd szűnjek épp úgy, mint az előtt. Az egyik kocsmában, a másik kocsmában, törzs állni házamból, szerint házba. Asszony, támadj egy kis kivelő. Jeles napokon én szoktam készülni ilyen összeállításokkal, műsorokkal. Most is nekem jutott eszembe, hogy milyen jól lenne a hölgyeket köszönteni. Az év során számos ilyen kezdeményezésem van. Többek között szociális intézményekben is ellátogatok, és ott is énekelek a kedves hölgyeknek és uraknak, most itt a Vörösmarty Színház előtt. Keller János, ahogy azt megszokhattuk tőle, most is stílusosan érkezett meg a színpadra, hatalmas üdvrivalgás közepette. A színház előtt összegyűlt közönség ezúttal is örömmel fogadta a meglepetést, pláne mivel többek közülük jó ismerői és rajongói a művésznek. Nagyon-nagyon szeretjük őt, meg a társulatát. Miért jöttek ma ki ide? Hát szeretnénk ismételten látni őket, hallani őket, mert fantasztikusak. Hogy telik eddig a nőnapja? A tegnapi volt szebb, mert tegnap kaptuk már a virágot, de ettől függetlenül az esős időben mit vár? Kellert. Mondjam azt, hogy szinte ismerem a repertoárt, úgyhogy próbálunk majd vele együtt énekelni, esetleg táncolni. Keller János hasonló fellépései mellett természetesen a színházban is új feladatokra készül, amiből egy kis ízelítőt is adott a kilátogató közönség számára. Csak egy tánc volt, mit tőled kaptam én, azután ment minden könnyedén, együtt mentünk haza az uton, és a többit nem tudom. Csak egy csók volt, boldog pillanat, amit loptam kaputok alatt, többször mondtam, és most búcsúzom, és a többit nem tudom. Ahogy ezt kitalálhatták, az egyik legnépszerűbb magyar előadónknak állít emléket Keller János. Nem titkolt szándékom az is, hogy bejelenthetem a kedves közönségnek, hogy március 27-én bemutatjuk itt a Vörösmarty Színházban Volt egy fiú, Széchy Pál 80 című előadást, melyben én alakítom Széchy Pált. De humorát is megcsillogtatva, a nézőket is bevonta a nőnapi előadásába. Szerelmes voltam Szilviába. Az? Egy. Azután jött Aranka. Pompás volt az alakja. Kettő. Juliskának nagyon szép szemei voltak. Három? Nem, csak kettő. Két szép fekete szeme. Na jó, inkább folytatom dalba. A színművész számára persze nem csak zenés szerepeket tartogat a jövő, hiszen a Vörösmarty Színház következő bemutatójában, a kőszívű ember fiaiban is láthatja majd a közönség. A stúdióban vendégem Szőlősi Attila, kollégám, aki már jó néhány éve erősíti a Fehérvár Média Centrum csapatát, pontosabban a Vörösmarty Rádió hírszerkesztője vagy, és hát most egy újabb oldaladról foglak bemutatni a nézőknek, mert szerintem egy elég érdekes téma az asztrológia és a családállítás. Na, egy kicsit beszéljünk arról, Ati, hogy hogy jött neked ez, és akkor utána beszélünk erről, hogy mi ez. Hát, hogy jött, akkor azt gondolom, elég kevés lenne a műsoridő, mégis próbálom azért dióhéjban elmondani. Talán érdekesség lehet az, hogy amikor nagyon kicsi fiú voltam még,
Mint minden más gyerek, csetlettem, botlottam, és amikor egy napon, mondjuk a harmadik alkalommal sikerült megbotlanom egy fűszába, akkor az apukám mindig azt mondta, hogy hát Atikám, azért esel el, mert te mindig a csillagokat vizsgálod. És ez nekem hosszú-hosszú évek után töltődött meg tartalommal ez az egy mondat, és valahogy szerintem apu is tudat alatt fogalmazta ezt meg, mert úgy csodort az élet, hogy mint mindenki másnak, nekem is voltak nehéz időszakaim, de valahogy mindig vonzott az, hogy minden van valamiért, tehát minden okkal történhet, és elkezdtem keresni, kutatni könyveket, hallgattam előadásokat, még nem egyszer csak belebotlottam egy asztrológus előadásába, és az egyszer engem lebilincselt. És azt mondtam, ez körülbelül olyan 13-14 évvel ezelőtt volt, hogy na, ezt meg kell néznem, hogy mi ez. Hiszen az asztrológiáról sokan vallják azt, hogy igen, ott van az újságban megjelenve, hogy mondjuk a bika pénzt fog keresni a jövő héten, a szűznek rengeteg munkája lesz, és én is ebben a hitben voltam, hogy ez ennyi. De közben kiderült, amikor egy tényleg elismert asztrológus mutatja meg ezeket az oldalakat, mármint a megközelítési oldalakat, akkor engem elragadott valami. És hogyha megengeded, elmondom, hogy ki volt ez a személy, akit akkor az interneten láttam, Korcsmáros Magda, aki 40 éve az ország egyik leghíresebb asztrológusa, és én őt fölhívtam telefonon, hogy szeretnék vele beszélgetni ezekről a dolgokról, és hát ő rendkívül elfoglalt volt, hiszen akkor még kollégájával együtt dolgozott, aki sajnos már nincs köztünk. Tehát ők a családállításhoz, az asztrológiával, mindennel foglalkoztak, és ő mégis azt mondta nekem, hogy jó, hát gyere el, és akkor tedd fel a kérdéseidet. Uh-huh. Először azt hittem, hogy rádiósan akartál vele beszélni. Nem. Egy ilyen nagy maszlag állt össze a fejembe, és mégis mindent tudni akartam. És beiratkoztam hozzá, és aztán el is végeztem nála a 4 éves asztrológiai képzést. Aztán ma az már igen. Együtt dolgozunk. Hát az fel annyit ér, mint egy egyetemi diploma. Abszolút igen. És ez egy igen. Teljesen más világlátással jöttem ki, úgymond az iskolapadból, és azért volt jó és tanulságos, mert helyzetgyakorlatokat is hozott a Magda, rengeteget, ami úgy nyilvánult meg, hogy rendes emberi életeket vizsgáltunk a horoszkópok alapján, és hát kirajzolódtak olyan dolgok, amelyek mindenki képletében ott vannak. Ez azt jelenti egyébként, mert ugye mondtad, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy nézd meg a horoszkópot az újságban, és akkor elolvashatod, hogy miről szól a jövő heted, hanem hogy mondjuk hosszabb távon is tudtok úgymond jósolni a csillagok állásából következően, és utána, még hogyha majd ezt megválaszolod, akkor utána arra is válaszolj, kérlek, hogy mennyi százalékban bizonyosodik be az, hogy igazatok volt. Tehát gondolom igen, mert különben nem ülnél itt, és nem mesélnél erről. Hát a jóslást, hogyha megengeded, azt így kiradíroznám, mert ez nem jóslás. Nyilván kell hozzá egy fajta hitrendszer, hogy az emberek tudjanak a racionális léten túl egyet tovább lépni, és úgy vizsgálni, ahogy az előbb említettem, hogy minden okkal történik. Miért történik velünk rossz dolog? Ugye ez a leghíresebb és a legtöbbször elhangzó kérdés, amikor eljönnek az asztrológushoz. Mert a jó dolgoknak örülünk, azzal nem foglalkozunk, az úgy jár nekünk, az természetes dolog. Mindig akkor jönnek el, amikor válságban van a házasság, ne adj Isten, a gyermekkel bajok vannak, jön egy betegség, egy baleset, stb. És kérdezik, hogy miért. És mivel, hogy az asztrológia abba segít, hogy mindenki jön egy feladattal, és ez egy fix pont, tehát valakinek megnézed a pontos horoszkópját, akkor tudni fogod, hogy ő neki mi a feladata, általánosságban véve. Azért mondom, hogy általánosságban véve, mert emberek vagyunk, éljük a hétköznapi életünket, de amikor jön egy döntéshelyzet, akkor kell a feladatot felé fordulni, és ezt egyébként ösztönösen mindenki érzi, mert olyan élethelyzetek jönnek. De hogyha valaki ezt hárítja, nem akarja csinálni, hiszen a feladat sosem könnyű. Azért feladat. De ha tudatosan el tudod fogadni, hogy igen, nekem úgy helyel közzel az a dolgom, hogy például valakiről gondoskodjak. Legyen ez a gyerek, legyen ez a párom, az anyukám, az apukám.
vagy lehet, hogy valakinek például az az életfeladata, hogyha ha pénzt kell adnia, akkor minden körülmények között kell adnia, akkor hogyha kérnek, tehát döntéshelyzet. És ezeket úgy tudod észrevenni, hogyha mondjuk utóbbit vizsgáljuk, hogy az a feladatod, hogy neked anyagiakat kell adni másoknak, akkor az hódziher, és garantálom, hogy az a legnagyobb bajod, hogy az összes koldus téged talál meg. Tehát végigmész Budapesten a nem tudom én hol, a déli pályaudvaron, és még elérsz a vonatra, ahova föl akarsz állni, 3 koldus állít meg, hogy adjál neki pénzt. Ha egyszer adsz, akkor utána békén fognak hagyni, ez biztos. De onnan tudod, hogy nem a feladatodnál vagy, hogy te mindig azt mondod, hogy nem fog adni, mert eliszod. Tehát nagyon érdekes dolgok. Hát biztos, hogy nagyon sok mindenről lehet beszélni, de hogy ilyenkor a legtöbben döntéshelyzet előtt keresnek meg téged? Hogy mondjuk egy döntéshez akarnak tanácsot kérni? Aki tudatosabb, és mondjuk már sokszor volt nálunk, ők igen. Hála Isten, 3 éve dolgozunk együtt a Magdával, és rengetegen járnak vissza hozzánk. A kérdésedre a válasz, azt még nem válaszoltam, hogy mennyire jönnek be ezek a dolgok, vagy mennyire nem. És azért mondtam, hogy nem jóslás, mert nem rajtunk múlik. Tehát az asztrológia abban segít, hogy van egy fix pontod, amiben az asztrológus elmondja, hogy mik az irányvonalaid. Tehát vágy arra, ami van, és boldog leszel. Mert ha arra vágysz, ami nem lehet, ami tök messze van, az egyszerűen azért nehéz, mert nem tud lehozni a valóságba. Hogyha én otthon este szeretnék inni egy pohár bort, de csak kakaó van otthon, és minden bezárt, akkor én vágyhatok a borra, de ha ott a kakaó, és megtanulom azt, hogy jaj, de jó, hogy van kakaó, megiszom, akkor boldog vagyok. És majd holnap úgy alakítom az életemet, hogy legyen otthon másnap este egy pohár bor. Mert a vágyamat így tudom megvalósítani, effektíve a kérdésre a válasz, hogy bejön vagy nem, az mindig az adott személyen múlik. Tenni kell érte. Hogy tud dönteni, hogy tud beleállni azokba a helyzetekbe, még akkor is, hogyha kényelmetlennek tűnik a cipő, de aztán az bejáratódik. És én erre szoktam bíztatni azokat, akik megtisztelnek a bizalmukkal, hogy próbálják meg azt az utat, mert az út nyitva áll, tehát arra csak rá kell lépni, hiszen az az ő útja. Ha hárítja, akkor megy a zsákutcákba, megy a mellékutcákba, jönnek a negatív élmények, és mire észbe kap, már nem tud visszajönni. És ez ilyen is sok van. Nagyon sok van. Akkor ebben van egy kis pozitív gondolkodás, ebbe tanítás is, van. Ugye? Ebben csak az van. És még azért azt ne felejtsük el, mert a másik fele ugye annak, amivel te foglalkozol, az a családállítás, arról is beszéljünk egy kicsit, hogy egyáltalán a kettő együtt hogy fér meg, vagy hogy jön, és hogy maga ez a családállítás, ez miről szól? Hát a családállítás nem egy olyan régi dolog a világ köztudatában. Az 1900-as években Bert Hellinger nevezetű pap elzarándokolt Afrikába, és ott egy, hát úgymond egy ilyen sámán törzs annyira megkedvelte őt, hogy mutattak neki egy olyan világot, ami egyszerűen azt mondta ez az ember, hogy ő ezt hazajön, visszajön Európába, és elkezdi tanítani, és megmutatja mindenkinek. Ez egy röviden összefoglalva, megpróbálom, bár nem könnyű, úgy nevezték el, hogy morfogenetikus mező. Ez a törzs azt mutatta meg Bert Hellingernek, hogy miért fontos tisztelni az ősöket. Mit hagynak itt az ősök, amikor elmennek, amit nem tudtak megvalósítani feladatot, mit adnak át a leszármazottjaiknak, akik egy új életkört kezdenek a Földön. És a családállítás gyakorlatilag ez a fajta Bert Hellingeres családállítás azt alapozza meg, hogyha neked elakadásaid vannak, azt ebben a mezőben fölismerheted egy vezető segítségével, hogy melyik ősöd tette rá úgymond a hátadra azt a táskát, amit neked tovább kell vinni. És a Magda, illetve a János Péter, akit már említettem, ők hosszú-hosszú évtizedeken keresztül ezt a tematikát tanították, és ezzel a tematikával próbáltak segíteni embereknek. És amikor én elkezdtem a Magdánál tanulni, aztán együtt dolgozni, én az asztrológiába beleszerelmesedtem, és
minden tiltakozásommal lóckodtam attól, hogy én ezt a családállítást csináljam, ugyanis bementem, és nem értettem, hogy itt mi folyik. És hát engedtem a Magda győzködésének, mert ő nem az a feladós típus, tehát kitartóan győzködött, hogy hát menjek be és próbálja meg én is ezt csinálni, mint vezető. Mondtam, nagy levegő, és akkor kezdjük. És hát őszintén szólva leblokkoltam, nem nagyon tudtam, hogy melyik szereplő mit csinál, hogy csinálja, ugyanis a szavak nélkül folyik az esetek többségében. A vezető tudja, hogy mi van, aki játsza, és akik segítenek ebben szereplők, ők pedig ösztönösen teszik azt, amit tesznek. És amikor kijöttem, elkezdtem ezen gondolkodni, hogy hát miért akarja ez a Magda, vagy mit kell nekem ezzel vajon csinálnom, mert hogy feladat, az biztos, hiszen ott van az én képletemben is feladatként ez megjelenik. És elkezdtünk gondolkodni közösen a Magdával, és nekem jött egy ilyen bevillanás, hogy hát ha ez így működik, akkor úgy is kell működnie, hogyha én ezt az asztrológiát behozom a családállításba. És ez egy nagyon érdekes felismerés volt, mert mi ma már úgy dolgozunk, olyan családállításokat csinálunk, hogy vesszük mondjuk a te horoszkópodat, amiben vannak szimbólumok. És ezeket a szimbólumokat úgy állítjuk fel a családállításban, hogy minden életterületedet játssza egy szereplő, aki fogalma sincs, hogy mit csinál, nincs neki elmondva az elején, és neked sem. Illetve neked, mert hogyha eljössz, akkor egyfajta problémával szeretjük, ha jön valaki, egyszerre egyel, mert az egész életét senkinek se tudjuk megoldani egy délután alatt. De hogyha mondjuk neked az a problémád, hogy mondjuk most a munkahelyi kapcsolataidban vannak olyan problémák, amiket szeretnél megoldani, de valahogy a másik pólus erre rosszul reagál, akkor fölállítjuk a horoszkópodban a te kapcsolatrendszeri életterületedet, a munkahelyi kapcsolatrendszeri életterületedet, és megnézzük, hogy a horoszkópodban hol mutatja azt, hogy neked ebből vannak olyan úgymond problémáid, amivel eljöttél, de valójában nem probléma, hanem ez is egy megoldandó feladat. És a családállítás keretében ezt az asztrológiai metszetet fölállítjuk, és megnézzük, hol van az a blokk, ami miatt te ezt nem tudod kijavítani, kisimítani, akár rugalmasabbá tenni, és ha ez megvan, akkor ezt elmondjuk neked. És ott jössz te, hogy eljössz a munkahelyedre, és azzal a szemmel vizsgálod a kapcsolati rendszeredet, ahol megláttad, hogy hol van adott esetben, hol lehet a kutya elásva. És innentől rajtad múlik. Tehát ezért nem jóslás, mert onnantól már rajtad múlik, hogy hogy viszonyulsz a dologhoz. Tehát tulajdonképpen ez problémák felfedezése, amit lehet, hogy magadban nem látsz, meg soha nem is jönnél rá, hogy hol keresd a problémát. Vagy nagyon nehezen, vagy csak rengeteg pofon után. És utána ti segítetek rávilágítani abban, hogy mi az, amiben változtatnia kéne, de mindenképpen neki változtatni kell. Ez a lényege. Igen. Ezek szerint érthetően mondtam meg. Köszönöm szépen, bár te nagyon okos vagy. Így értelmezem, meg szoktál érteni engem nehezen fejezetekben is. Valahogy így értelmezem, de hogy akkor mondjuk azt is, nem tudom, hogy nálatok hogy működik, de olvastam, hogy van olyan, hogy egyéni vagy csoportos terápia, mi van, hogyha valaki csak ezt egyedül szeretné, akkor ez hogy működik, hogyha mondjuk nincsenek más szereplők? Ilyen is van. Én akkor azt szoktam javasolni, hogy maradjunk az elemzésnél. Sok olyan ember van, akit olyan trauma ért, hogy nem szeretné még akkor sem, hogyha csoporttitokként könyveljük el ezeket a közös munkákat, elmondani azokat az életeseményeit, amelyeket ő maga sem tud feldolgozni, hát még nem idegenek előtt úgymond kiteregetni. Volt már olyan, hogy azt mondtuk neki, hogy figyelj, gondolkozz még ezen fél évet, és gyere vissza akkor, hogyha szeretnél, nagyon szívesen segítünk, de a lelkünket nem szabad megerőszakolni. Az emberek nagy többsége azt hiszi, hogy nálunk van a varázspálca, nincs. És a másik nagy többsége meg azonnali válaszokat akar, azonnali olyan pozitív életeseményeket megélni, ahogy kilépett tőlünk az ajtón, hogy minden rendbe lesz, tehát ezt nem nagyon tudjuk megígérni. Hiszen gondolj bele abban, hogyha egy valami elromlik, az is egy folyamat. Az esetek 90%-ában.
akkor kapunk észbe, amikor már látjuk, hogy akkor a baj, hogy te jóságos Isten, jöjjön valaki, és akkor mondja meg, hogy mit tegyek. Hát meg tudjuk mondani, hogy mit tegyél, csak ha nem teszed, akkor nem fog változni, hanem tovább mész a pofon erdőbe. Nagyjából így van ez. Szóval ha valaki nincs még kész arra, hogy mások előtt föltárja, vagy mások előtt közösen keressük meg azt, hogy mi az a pont, ahol tud javítani, akkor van az asztrológiai elemzés, ha kéri. És nyilván minden mindennel összefügg, tehát attól, hogy mondjuk én halak vagyok, mert március 4-én születtem, halak napom van, attól bennem még rengeteg más állatövi jegy is van, hiszen a bolygók nem ugyanott állnak. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy nekem dolgom van a pénzzel, akkor meg kell néznem a bika analógiáimat, amiben ott vannak a bolygók, és jelzik, hogy mikor lehet pénzem, és ha elindulok egy irányba, olyan csöves leszek, hogy csak na. Szóval átfogóan kell nézni minden életterületet, és ott is lehet találni kapaszkodó pontokat, talán még többet is, mert a családállítás csak arra alkalmas, hogy egy dolgot nézzünk meg. Ott is nyilván fölbukkannak másfajta lehetőségek, hogy több irányba el lehet indulni azért, hogy a dolgok jó irányt vegyenek, de egy asztrológiai elemzés az azért sokkal átfogóbb. Mondhatnánk azt, hogy akkor te mondjuk könnyebb helyzetben vagy, mert magadnak akár meg tudod nézni a csillagok állását, és meg tudod fejteni, hogy mi miért van. Mondhatjuk, de az asztrológus is ember, és hát ugyanúgy bizonyos helyzetekben tudom, hogy kell döntenem, mégis nehéz. Nehéz, mert ha hozol egy döntést, azért az ennyi idősen már kihat a környezetedre is. És a döntésért felelősséget kell vállalni minden esetben, leginkább magadért, de azért, hogyha van benne némi empátia, meg jó érzés, akkor megnézed azt is, hogyha hozol egy döntést a körülötted élőkre, ez hogy és miképpen hat, és nem tudsz mindig jól dönteni, tehát ez a rossz hírem, hogy nincs olyan, hogy fú, most tök jól döntöttem, és akkor most itt mindenki full happy lesz, hát ezt nyugodtan elfelejthetjük. Hát Ati, most az a baj, hogy lejárt az időnk, de nagyon érdekes volt, amit meséltél, és most hirtelen az fogalmazódott meg bennem, hogy olyan vajon lehetséges-e, hogy mondjuk valaki, aki bevállalja, hogy mondjuk valakinek ilyen asztrológiai szempontból egyénileg megnézed a kérdésére, akár a választ, vagy bármi, ilyen lehetséges? Mert akkor én szeretettel várnálak egy ilyen jellegű beszélgetésre, és amikor valaki egy alanyon keresztül lehet egy ilyet csinálni. Nyilván technikailag meg lehetne csinálni, viszont azért nem látom értelmét, mert az asztrológiát én tisztelem annyira, hogy azért ne vigyük el egy ilyen cirkuszszerű dologba. Hogyha valaki engem megkeres és megtisztel a bizalmával, hogy nézzük meg az ő feladatait, a jelenlegi helyzetét, ha tervez valamit, akkor jó időben tervezi-e, jók-e a tervéje egyáltalán, ez annyira személyes, hogy ne haragudj, ezt a kérést a legnagyobb tisztelettel nem tudom elfogadni, mert annyira privát szférákat kell is, nem csak lehet, kell is érinteni, ami nem a nyilvánosságra tartozik. Az illető majd elmondja annak, akinek akarja, ha akarja, ez nem az én kompetenciám. Értem, és ezt akkor elfogadom. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Azt is köszönöm, hogy itt voltál, és hát azt kívánom, hogy akkor sok sikert érj el, és sokaknak tudjál még segíteni. Köszönöm a meghívást. Ez volt már az Együtt magazin. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Szép estét kívánok, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.